Ez a háromnapos hódmezővásárhelyi kiállítás az Önök Egyesületének az egyik legfontosabb bemutatkozása. Nagyon szép ez a kiállítás, Magyarország egyik legszebb kiállítása, de talán mondhatjuk, hogy a világnak az egyik legszebb kiállítása. Be tudja mutatni az Egyesület a tenyészeteit, illetve azokat a fajtákat, amiket tenyésztünk Magyarországon. Hány fajtát lehet itt látni a sertések közül? Hát alapvetően két fajta csoportot mutatunk be, ez egyik az anyai fajta csoport, amiben a nagyfehér és a lapály tartozik bele, ugye ez két tisztavérű fajta, és ezek F1 keresztezése, a magyar nagyfehérszer, magyar lapály, ezek női varban, illetve hímivarban is bemutatjuk, a végtermék fajták vagy fajta csoportból pedig bemutatjuk a durok fajtát, illetve a pietrén fajtát tisztavérbe, illetve ezeknek az F1 keresztezéseit, a durokszor pietrént, illetve a pietrénszer hemsírt. Az itt látható tenyészállatok milyen súllyal vannak jelen a magyar sertiságazatban? Az anyai fajták, mint magyar nagyfehér, magyar lapály, ugye ezek világfajták. Ez Magyarországon is nagyon sokan ugye ezekkel dolgoznak, tehát nem feltétlenül hibridekkel, hanem anyai fajtában komoly százalékkal van. A végtermék kanok esetében ugye Magyarországon találkozunk külföldi tenyésztő szervezetek által tenyésztett hibridekkel, illetve hát a mieinkkel is. Pontos százalékot nem lehet mondani, a telepeken komoly százalékban dolgoznak a mi fajtáink is. Itt ezen a kiállításon ezeket a tenyészállatokat el is árverezik. Igen, hát nagyon fontos számunkra a kiállítás, egyrészt a reklám miatt, a tenyészetek bemutatása, a fajtáinknak a bemutatása, milyen genetikai potenciállal rendelkezünk. Ezeket meg tudjuk mutatni, hiszen otthon egy-egy telepen ilyen szintű bemutatót nem lehetséges végezni. És a kiállításnak a fő pontja az árverés, ahol bemutatjuk, és egy show keretében, amit előző nap már megelőzött egy bírálat, egy showbírálat, show keretében értékes. Értékesítjük ezek az állatokat, ahol megint el tudjuk mondani, hogy milyen tulajdonságokkal bírnak ezek, és miért fontos ez a tenyésztők számára ezeknek az állatoknak a megvétele. Nagyon érdekes, hogy látszatra ugye egyformák ezek az állatok, és mégis milyen különböző árak jönnek ki a végén. Hát igen, ez nyilván két oldali dolog. Vannak egyrészt az, maga az állat, amelyik megmutatja magát, attól függ, hogy ő hogy mozog, mit csinál, hogy jelenik meg, mint egy manöken, vagy pedig félszeg. A másik pedig az, hogy milyen belső értékmérő tulajdonságai vannak, attól függ, hogy anyai fajta vagy végtermék, és hát nyilván, akik szeretnének vásárolni, ők ez alapján döntik el azt, hogy hajlandók-e a kikiáltási árnál többet fizetni, vagy pedig csak azon az áron veszik meg. És hogyha egy állat mondjuk szépségdíjas, kamba kocában, akkor nyilván ez jobban felkelti az érdeklődést, és ilyenkor egy nagyon látványos licit indul meg arra az állatra. Milyen árak alakultak ki itt most a mai napon? Most a hízó árak magasabbak, olyan 440-450 forint körül van, hát ennek megfelelően a tenyész állat árak is magasabbra sikerettek. A tenyész kocsos üldő árak azok 80-85 ezer, 90 ezer forintért is keltek el, a tenyész kansüldők azok 250-60-300 ezer forint közötti áron mentek el. Ön elégedett ezekkel az árakkal? Ugye a hízóárak is most jobbak, tehát ezzel elégedettek lehetünk, és mivel remélhetőleg minden süldő el fog kelni, azt mondom, hogy igen, ha ennél rosszabb nem lenne, akkor örülhetnénk.